Tekesek lepték el a 18. kerületi Rádai Gedeon utcát. A környéken élők az egész akciót végignézték. Fél nyolc körül, arra lettem figyelmes, hogy ugye ajtócsapódás hallottam, azt hittem, hogy a szomszéd, de nem. És akkor kinéztem az ablakon, és a nagy teherautó, és akkor rohantam ki a bolt elé, a kolléganővel együtt, és láttuk, hogy már itt voltak a tekkesek. Úgy tudjuk, a rendőrök egy fiatal férfit és egy nőt kerestek. Kiabálták, hogy nyissák ki a kaput, ugye, meg hogy tegye fel a kezét, valamelyik szomszéd biztos kijöhetett. És akkor utána pedig ugye beküldtek minket a rendőrök, hogy menjünk be, és utána föntről néztem az ablakból, hogy mi történik. És akkor mire fölértem, akkor hozták ki a srácot, és utána még láttam, hogy a csajszit is motozzák, ugye levetetik a kabátját, a cipőjét, minden. A szomszédok szerint fegyvert és drogot is találhattak náluk. Hajnalokig még nyomoztak, sőt, még reggel is mondta anyosom, hogy itt állt a rendőrautó. Most még nyomoztak, elég sokáig betörték az ablakot, utána kijött a srác, és a csajszit pedig nem nagyon akart kijönni. De aztán persze kijött, nyilván. Le is zárták onnan is az utcát, a Székelygyörgytől, meg innen a fedezéktől is lezárták. A buszokat elterelték, minden. Éjszaka járkáltak hozzájuk valaki, és mindig a bolt elé álltak. Meg nyáron ordibáltak, itt lányok voltak, vagy három csaj is, és akkor taxiból.